Tinder. Vagy ahogy a médiában, ugye reklám hiány emlegetni lehet, hogy az úgynevezett ilyen húzigatós applikációk, és persze nem csak erről beszélhetnénk, hanem ugyanis számos új változata van, de mondjuk például a Happn, ami már olyan szinten helyalapú, hogy már nem csak azt mondja meg, hogy ki az, aki a lakókörnyezetünk szerint közel van hozzánk, vagy utazása alapján, hanem konkrétan fizikailag, tehát hogyha például választhatunk a közül, hogy aki éppen mellettünk áll a villamoson, vagy pedig már a következő fülkében, akkor természetesen előbb a mellettünk lévő dobja föl, hogy még annyi ideig se kelljen várakoznunk. Valójában az alkalmazás az ilyen szempontból pontosan amiatt indult, hogy munka után, ugye tényleg igaz, hogy gyors szex, hogy valójában egyfajta minél gyorsabb és elsősorban külső vonzalom alapján választott szexuális kalandban lehessen részünk. Ezt azért hangsúlyoztam így ki, mert egyrészt valóban van itt is egy nemek közti különbség, ugye férfi szemmel, na végre egy normális alkalmazás, női szemmel, hát most ezt lehet ugye ismerkedésnek használni. És most itt megint ilyen nagyon feketén-fehéren fogalmaztam, és valójában azért nem így van, hogy igazából nagyon nagy százaléka a férfiaknak és a nőknek egyaránt ismerkedési célzattal megy fel a Tinderre, és nem pedig feltétlenül csak gyors szex miatt. Ez most egy pozitív mondat volt, de azért hadd tegyem hozzá, hogy akár például ilyen utilitariánus, azaz haszonelvű dolgok miatt is, hogy utazás esetében, hogy legyen ilyen szempontból, Ne csak hol lakni, esetleg még egy-két vacsora meghívás, hanem szexuális értelemben is el legyünk egymással, vagy például nagyon sok olyan is, aki egyszerűen csak unaloműzésként, vagy hogy gyakorolja egy kicsit az online randikat, illetve akár például, hogy önbizalomnövelés miatt. Tehát valójában, és ez viszont tény, hogy itt a veszélyzónát jelenti, hogy körülbelül a Tinderen lévők 40%-a egyáltalán nem akar randizni azzal, akivel csetel, meccse van, vagy beszélget. Jó, ez volt akkor itt az előjáték, vagy a bevezető, és akkor nézzünk egy kicsit mögé. Hozzáteszem, hogy egy picit szídni fogom itt az alkalmazást. Annak dacára, hogyha hozzám eljön valaki egyedülálló, jellemzően én is azt szoktam mondani, hogy azért oda is, tehát egy plusz lehetőségként regisztráljon oda, illetve más alkalmazásokra, hogyha komolyabb kapcsolatot akar egyértelműen, akkor például mondjuk a Realme-t szoktam ajánlani, mert hogy azért mind a mai napig a párkeresők esetében a tartós kapcsolatra vágyóknál az egyharmad az az online térben találkozik a párjával. Ez persze lehet közösségi oldal vagy bármi más, de hogy ott jönnek össze leginkább az egyharmada. A másik kétharmada, ugye akkor kérdezhetjük, mert a statisztika mindig az, amit a statisztikusok magyarázzák, hogy hol a leggyakoribb egyébként a baráti kör révén. Hagyjuk is most a statisztikát. Ami viszont megfigyelhető jellemzően, hogy nagyon sokan nagy lelkesen felmennek, és nagyon gyorsan utána törlik magukat. Miért? Mert valahol ez a kicsit ilyen futószalagszerű, nagyon gyors ismerkedésbe hirtelen vagy belefásulnak, ezért nem ajánlott például mondjuk minden napra megbeszélni egy randit. Ugye? Tehát ez nem castingolás, az azért nagyon fontos. És egyébként pedig most ide egy pillanatra hadd szüljem be azt, hogy itt a karantén, mint olyan esetében véleményem szerint sokkal több szerelem fog szövődni, mert hogy igazából ez a fajta húzigatás, mert egyrészt nézzük meg, hogy milyenek az üzenete, hogy egy pillanat felvétel alapján szívecskézek vagy kukázok potenciális kapcsolatokat, valahol embereket. És mi van akkor, hogyha éppen a nagyőt kukáztam, vagy azért, mert nincs annyira jó fényképarca, vagy azért, mert nincs egy olyan áldott jó barátja, aki mondjuk 400 fényképet készítene róla, amiből kiválaszthatná azt a számára leginkább vonzót vagy szimpatikusat. Vagy pedig, és itt most hadd szőjek be még egy dolgot, hogy ez annyira a külsőségek alapján van. És igen, mindenkinek szinte mindenkinek van egyfajta ideálja, amilyennek elképzeli királylányt, királyfit, stb., de semmi szín alatt nem a sárkányt, és viszont gondoljunk bele, ha most felidézzük így életünk nagy szerelmeit, szinte biztos, hogy volt közte olyan, akitért nagyon oda voltunk, és homlokegyenes ellentéte volt az ideálunknak. És itt most hadd idézem az egyik drága jó barátomat, akinek hát egy menyasszonyát és egy 2 évig tartó élettársi kapcsolatát is ismertem,
És ő mondta mindig azt, amikor ilyen facérabb időszakai vannak, hogy te, figyelj Krisztán, neked annyi csinos barátnőd van. Most már kezd egy kicsit pedofil lenni, úgyhogy azt mondja, hogy annyi csinos hallgatód van, ugye? Tehát, hogy jó, persze, viccelek. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem tudsz nekem bemutatni egy olyan igazán kedvemre való hölgyet. Tudod, nekem nincsenek olyan fantasztikus igényeim, hogy mellesleg rendben legyen, a többit majd megszokom. Na már most hát, ahogy itt említettem, ismertem a volt barátnőit, mondjam. Úgyhogy ennyit arról, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, amit vágyunk, és mi az, ami valójában megfog. Jó. Tehát azt mondjuk, hogy egyik oldalról már a szelekció, a másik oldalról viszont az, amikor eljutunk odáig, hogy akkor találkozzunk. És hát bizony, mire irányítjuk a figyelmünket, mert hogy egy fénykép alapján választottunk. Valahol egy valóság ellenőrzést tartunk, hogy tényleg úgy néz ki, mint amit beígért a fényképen. Oda megyünk, és vagy már messziről megnézzük, ugye férfiaknál ez gyakori, és már el is tekert onnan. Vagy pedig azt, hogy engem, az kicsit nagyobb az orra, mint gondol. Ez már egy nagyon régi fénykép lehet. Olyan, azt hittem magasabb. Tehát valójában nagyon a külsőségek alapján megyünk, ezért itt most hadd döfjem be egyfajta intelemként, hogy nagyon jó, hogyha ma már ugye mennyi ilyen videó alkalmazás van, hogy pont azért, hogy ezeket az irdatlan nagy csalódásokat elkerüljük, hogy lássuk, halljuk a másiknak a hangját, hogy lássuk a gesztusait, vagy hogy tényleg olyan, annyira megérint, majd hogy nem félélőben ilyen értelemben, hogy ezt is kapcsoljuk be. Itt most azért azt hangsúlyoznám, hogy most itt nem az ilyen házi pornós dolgokra gondoltam, hanem itt most a beszélgetésre konkrétan. Jó. És akkor nézzük, hogy még mik tudnak ilyen fennakadások lenni. Hogy egyik változat az, hogy túl hamar találkozom az illetővel. Ahogy említettem, hogyha túl hamar, akkor valójában még nincs meg bennem az a nagy vonalúság. Tehát azt, hogy elnézzem a kisebb hibáit, még nem szerettem meg ahhoz eléggé. Tehát így például hadd idézem egyik barátnőmet, aki éppen nagy izgatottan várta az egyik randit, és mondja, hogy te. Ja, nem, kérdezem tőle másnap, hogy mondom. Te, mondom, milyen volt? Ne is mondd. Na, de mondom, mégis. Figyelj, az a pasi, aki egy ilyen nadrághoz, egy ilyen cipőhöz, egy ilyen zoknit felvesz, de az nálam rabdába se rukat. Mire hát én azért kicsit olyan zavartan kérdeztem tőle, jó, de hát azért az okni, az azért még csak cserélhető, esetleg mondjuk naponta, nem akartam hozzátenni. Tehát, hogy nem nézünk el a másiknak semmit, hanem rögtön ugye a következőt kérjük. Másik verzió az, hogy túlságosan elhúzzuk a találkozást. Mondom, itt a karantén idején ez mondjuk érthető, de más esetben viszont az a baj, hogy egyre jobban kiszínezem. Egyre inkább olyan dolgokat beleálmodok, ami valójában nem ő, hanem az én vágyfantáziám. Ugye ilyenkor elhisszük azt, hogy és igen, Isten újja ránk mutatott. Igen, de lehet, hogy épp a középső volt, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez most tényleg annyira determinisztikus, ismerjük meg jobban a másikat. Ezért, ahogy említettem, az, hogyha a videó már azért egy kicsit többet látunk, hallunk belőle, az azért jó. És hát akkor még azt se lehet kihagyni, hogy mi az, amikben a leginkább füllentünk, ezt egyébként már egy korábbi videómban említettem. Hát bizony-bizony nők elsősorban a külsejükkel szoktak úgymond játszani, tehát ilyen értelemben mind az ilyen különböző alkalmazásokra vonatkozóan, mind pedig azért sokkal könnyebben letagadunk egy pár kilót, úgyhogy nők elsősorban az alkatukkal szépítenek egy picit, ugye, amit mondjuk mit tudom, letagadnak a kilóról, azt hozzáadják a magassághoz, vagy valami hasonló, lényeg az, hogy a végösszeg kijöjjön. Férfiak pedig bizony egyrészt az adott kapcsolatra vonatkozó terveikkel, másrészt pedig hát a saját kapcsolati státuszukról. De tény az, hogy viszont pár gyereket akár mind a két nem képes és hajlandó letagadni. És akkor még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy miről beszélgessünk. Tehát azt, hogy fontos a lépésenként. Nyilván, hogyha már is a másik októberben már a nyaralást tervezi, akkor azért fussunk, mert akkor ez nem biztos, hogy nem egy, azt mondja, amit mi hallani szeretnénk. Viszont arra figyeljünk oda. Tehát ugye az a, ha megnyílsz, sérülsz. Hogy ha még itt az árnyoldalait soroltam, azért azt még hadd tegyem hozzá, most volt egy ilyen 2020-as kimutatás, hogy sajnos nagyon sok úgymond szélhámos,
Nem is szélhámosnak nevezném, hanem inkább azt mondanám, hogy sok olyan személyiség jellemzőjű egyén van fent, aki bizony kihasználja ezt a fajta sérülékenységünket, ezt a fajta közvetlenségünket. Most volt egy ilyen cikk, ugye régebben volt az úgynevezett Dark Triad, ami a fekete, sötét hármast jelenti, három olyan személyiségvonás, amit jobb kerülni. Ugye az egyik a narcisztikus, a másik a pszichopata, ugye a pszichopata az empátia hiány. Nem szeret, nem szorong, nem tanul a hibáiból, elsősorban így a bűnözéssel szokták párhuzamba vonni. A harmadik pedig a machiavellizmus. A machiavellizmus mit jelent? Ugye Machiavelli a fejedelem, aki hogyan tudta manipulálni a más személyeket. És hát igen, tehát gyerekek esetében szokták azt megfigyelni, hogy például honnan lehet felismerni, hogy valaki ilyen, hogy az iszonyú rossz ízű kekszből minél többet tud megetetni a kortársaival, tehát a többi gyerekkel. Rá tudja venni őket, hogy azt is megegyék. Tehát ez a hármas, és mellé még megjelent negyediknek ugye a szadizmus, tehát ilyen értelemben már tetrádról beszélhetünk, hogy az is, ami pedig nem feltétlenül fizikai, hanem valahol a másiknak az érzelmeivel való játék, valahol az érzelmei révén való, ez a húz meg, erez meg gyötrés. Úgyhogy ez természetesen, evel azt szeretném mondani, hogy persze, nyilván, hogy ismerkedünk, de az mindenképpen fokozatos legyen lépésenként, és hogy természetesen vigyázzunk is magunkra. És ettől függetlenül, tehát, ahogy mondtam, itt is találhatunk, akár hosszú távú, akár mindenféle előítélet nélkül, tehát rövid távú kapcsolatot is, a lényeg az, hogy magunk ne sérüljünk, és persze a másikra is vigyázzunk. Ismerkedés. Buszon, metron, villamoson, medencében vagy az online térbe, egy a lényeg, vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. További információkért ugyanitt, exkluzívan, a Szexkluzívon iratkozzatok föl.